Jó estét kívánok! Önök a Miértet, a Somogy TV napi aktuális műsorát látják. 300 milliárd forintos akciótervet jelentett be a kis- és középvállalkozók megsegítésére hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök. Közben az elmúlt két hónapban itt Kaposváron Gerencsér Attila országgyűlési képviselő sorra járta a vállalkozókat, és arról foggatta őket, hogy mivel segíthetné a kormány a vállalkozásokat. A stúdióban köszöntöm Gerencsér Attilát, a Somogy megyei közgyűlési elnökét. Jó estét kívánok önnek is! Jó estét kívánok! No hát elnök úr, mielőtt részletesebben beszélnénk a vállalkozásokról, egy pillanatra még térjünk vissza a választási kerületekre, mert azt gondolom, hogy a választók nagy része nem tudja pontosan, hogy hogyan is alakult ez. Tehát például a kaposvári választókerület hogy alakult? Önnek teljesen igaza van. Nagyon nagy még ebben a kérdésben a hiány. Talán nem sikerült jól kommunikálni, vélhetően mi is hibásak vagyunk. Meg aztán nagyon sok minden megváltozott az új választójogi törvényben. A lefelezett parlament sokak fejében nem tiszta, hogy az most akkor mikortól érvényes, milyen helyzet a most megválasztottakkal. Tehát én köszönöm szépen a kérdését. Tehát az első dolog, hogy egy kettőség megy végig ezen a cikluson, mert hogy ez a ciklus az a ciklus, amikor végre a politikum képes volt saját magáról dönteni, és hozzányúlt a parlament és az önkormányzati képviselőtestetek létszámához. Azonban ezt a szabályt meg tudta alkotni úgy, hogy a 2010-es önkormányzati választásokon már hatályos, hiszen tavasszal voltak a parlamenti választások, így, és ez a zavar elsődleges oka, az önkormányzatok világában már a politikum csökkentése mind a képviselők, mind a bizottságok tekintetében hatályosult és érvénybe lépett, és már eszerint írtuk ki a választásokat. Ugyanakkor a saját magára nézve kötelezővé nem tudta tenni már ez a parlament, a parlament létszámára. Mert hogy visszamenőleg nem lehet egy gyakorlatilag. Nagyjából, aki egy kicsit érti a demokráciát, az pontosan tudja, hogy mandátumot 4 évre adtak. Mi még talán úgy gondolom, alkotmányosan el sem vehetnénk saját magunktól, nem beszélve arról, hogy a parlamenti kisebbségtől is el kellene venni, és tehát ez semmiképpen nem járható út. Vagyis ezt a szabályt csak 2014-től lehet alkalmazni, 2014-ben azonban már így lesznek a választások kiírva. A dolog tehát úgy megy, hogy párhuzamosan fut egy ciklus, amelyik a 176 választókörzetre és a 386 parlamenti képviselőre vonatkozik. Ez adja a tényleges munkát. Ahol tehát mandátumot kaptunk, az 2014-ig azt a feladatot végezzük. És megjelent az új 106 választókörzet, értelemszerűen nagyobb körzetek, kisebb számban, ahol meg elkezdenek majd a jelölőszervezetek, a pártok, ahogyan mi is, dolgozgatni, felmérni a helyzetet és felkészülni a választásra. Tehát ezek az egyéni választási kerületek vagy körzetek, itt a kaposvári az hogy alakult? Régebben kettő volt. Így van. Ugye, először is ennek a választójogi törvénynek a missziója az, hogy azt az sok aránytalanságot, ami a rendszerben megtalálható volt, miszerint 4-szeres különbség is tapasztalható egyes választókörzetek között. Van olyan választókörzet, amelyik 20 000-es, és van olyan, amelyik 80 000-es, tehát ez tarthatatlan. Ennek több oka van, az egyik az, hogy eleve rosszul készült, valamikor 22 évvel, 23 évvel ezelőtt, plusz az emberek vándorolnak. Csak Budapestről, a fővárosból 500 000 ember vándorolt ki, vagy költözött ki az agglomerációba. Ez torzítja a választókörzetek nagyságát. Ahonnan kiköltöznek, értelemszerűen egyre csökken, ahova költöznek, ott meg nő. Vagy az elnéptelenedő kis települések problematikája, ott értelemszerűen csökken. Magyarul ezt valamikor egyszer rendbe kellett tenni. Tehát valami szabály, valami algoritmus mentén el kellett a munkát kezdeni. Az egyik az az volt, hogy nem lépjük át a megye határt. Ez nem egyszerű. Igen. Megyénként más és más a szám, a népesség száma, és ha nem léped át a megye határt, és közben nem lehet nagy különbség a választókörzetek között, deklarálja a törvény, hogy 15%-nál nagyobb különbség nem lehet, és ráadásul olyan választókörzeteket alakítsunk ki, amelyek társadalmilag, gazdaságilag, kulturálisan vagy szociológiailag, ha tetszik, mentálisan homogének, vagyis hasonló problémákkal néznek szemben. Most itt Somogyban zebra-szerűen felcsikozhattuk volna a megyét, függőlegesen 4-re, hiszen a 6-ból 4 körzet lesz nálunk, egyenként 85 000-es választókörzetek, így egyforma nagy, mint a 4. Jelzem, eddig ez sem így volt. Tehát
jelenlegi, 2 évvel ezelőtt elnyert mandátumom szerinti Somogyi 2-es választókörzet volt a megye legnagyobb választókörzete, több mint 60 ezer emberrel, és van bizony 40 ezeres is. Tehát itt nálunk Somogyban is jelentős különbség voltak, és csak úgy csöndesen mondom, hogy a 20 ezeres választókörzetben ugyanannyit ér a mandátum, mint a 80 ezeresben, ez sem talán igaz, ez sem, talán ez sem helyes. Na most tehát felcsikozhatunk volna megyét, függőlegesen, itt van a térkép mindenki előtt, hiszen somogyiak vagyunk, felcsikozhatunk volna visszintesen, és felnégyelhetünk volna, mint abban a bizonyos középkorban. Az utóbbi történt nagyjából. Tehát a megye 4 csücske, Siófok, Marcali, Barcs és Kaposvár, ha tetszik, most ebben a tekintetben nevezzük csücseknek nyugodtan, lett a 4 választókörzet. Idézőjelben mondom, közepe. Ez nem azt jelenti, hogy földrajzi közepe, hanem súlypontja, ahova gravitál a választókörzet. És ezen belül a 67-es út és a 61-es út szeli ketté, illetve szeleteli fel 4 részre a megyét. Minket itt most, engem itt most konkrétan a kaposvári választókörzet érdekel. Mivel azon túl, hogy Kaposvár országgyűlési képviselője vagyok, úgy néz ki, hogy a továbbiakban is azt szeretnék maradni, ha a kaposváriak erre mandátumot adnak. Most a lényeg, hogy a 85 ezeres körzetek vannak, Kaposvár viszont csupán 70 ezeres. Kellett hozzá találni egy 15 ezeres agglomerációs települési rendszert. Itt, aki előtt ott a térkép pontosan érti, amit mondok, a Kaposvártól délre fekvő települések, a Zselicség, a 61-es út, a 67-es folytatása, ezen települések logikusan nem csatolhatók északra, se Siófokhoz, se Marcalihoz, és délre sem, mert hogy Barshoz sincsen semmi közük megközelíthetőség szempontjából. Mondjuk úgy, hogy teljesen szerves részei a városnak, ugyanakkor miután elég volt ez a déli karé ahhoz, hogy 85 ezeres legyen ez a választókörzet, bizony az az anomália is a rendszer részévé vált, hogy Taszár az Siófokhoz fog tartozni, hogy mondjuk Várda az Marcalihoz, hogy Somogy-Aszaló pedig Siófokhoz, vagyis a Kaposvártól északra található települések Kaposújlak még Kaposvárhoz, illetve Kaposmérő még Kaposvárhoz, Juta, Füred és Toponár még ide, de minden, ami azon túl van, az már valamelyik másik választókörzethez csatolódott, pontosan az arányosság, az egyenlő méretek miatt. Hát valahol el kellett végül is vágni, tehát pont ezért. De most az elmúlt hetekben nem csak a vállalkozókat kereste fel, hanem pontosan ennek a választókerületnek a lakóit is. Miért? Hát van bizony a lelkünkben hiátus, és van bizony adósságunk az itt élőkkel szemben. Több tekintetben, de ami most itt érdekes, az az, hogy én ahhoz szoktam, és talán egy kicsit ahhoz szoktattam a somogyi embereket, hogy lehetőségük van velem találkozni, és lehetőséget adnak nekem arra, hogy én velük találkozom. És ez egy nagyon szép együttélés volt 4 éven keresztül. Ezeknek a közvetlen találkozásoknak nagyobb a hatékonysága, úgy gondolja? Vagy más ilyenkor? Hát mi a nagy hatékonyság definíciója? Hát az, hogy van egy visszajelzés, és arra rögtön lehet választ adni, illetve tovább lehet vinni ezeket a problémákat, és akkor gyorsabban megoldódik. Tehát az biztos, hogy a personalitás nem váltható ki a világhálóval sem, meg a telefonnal sem. A személyes találkozás az szerintem mindig többet ér. A hatékonyság kérdését azért kérdeztem vissza tiszteletlenül, mert hogy közben, ha Facebookra gondolok, vagy bármilyen közösségi portálra, hírportálra, akkor egy hírlevéllel másodpercek alatt több ezer embert elérek. Tehát annak az a szépsége, ha tetszik, a személyes találkozás alkalmával pedig a személyes impulzus, a személyes benyomás, az élethelyzetek, ami esetleg egy világhálón keresztül, vagy egy telefonon keresztül. Meg hát talán akkor arról beszélnek, ami őket is érdekli, biztos. Az interneten is ez megérkezik. Tehát ebben nincs hiány. A személyes találkozás varázsa, ha tetszik, az, ami nincs meg interneten. De ott meg nagy tömeggel lehet kommunikálni. Én egyébként használom is ezt az eszközt, talán nem is sikertelenül. A lényeg tehát, hogy én úgy éltem az életemet a közéletiségem első négy évében, hogy szinte naponta mentem az emberek közé. Hát könnyű kiszámolni 4 év alatt, tudjuk hány napból áll egy év. Én 1200 alkalommal számoltam, mondjuk így, de ez a minimum, ami... Hát akkor majdnem naponta. Tehát vagy rendezvény, vagy egyéb meghívás, vagy ünnepség.
Na most ez jelentősen visszaesett, mert a kormányzás az nem tett jót az ember időbeosztásának, illetve a parlamenti képviselőség. Ráadásul, ami 98 és 2002 között, és most nem politikai okokból húzom elő az első Orbán kormányt, de akkor három hetente egy parlamenti ülésezés volt, mert már nem is emlékszünk rá. Ehhez képest ma hetente három, egyébként a múlt héten öt napos parlamenti ülés volt, ami könnyen kiszámolhatóan a tízszeres munkát jelent, mint akkor. És egyébként nem is biztos, hogy az emberek úgy érzik, hogy mi tízszer annyit dolgozunk, és tízszer jobb a helyzet, mert hogy közben számos dolog történt, 8 év vegzatúra, szocialista kormányzás, világválság, elhúzódó világválság, tehát számos bajunk van, ezért kell tehát többet dolgoznunk. Egyébként, ha az érzet nem is az, akkor is ez a helyzet. Tehát, ha nem a legjobban sikerült a termés a kukoricásban, ugye, akkor az még nem jelenti azt, hogy az ott dolgozó gazda ne dolgozott volna lehetőség szerint akár még kétszeresét is, mint tavaly, amikor kevesebb, vagy több volt a termés. Mert hogy az is több mindentől függ, meg a mi munkánk is. Milyen észrevételeik, milyen kritikai észrevételeik voltak a kaposváriaknak? Kezdjük azzal, hogy meglepő volt, hogy nagyon sok dolgot, amiről én személy szerint azt gondoltam, hogy értetlenségre váz, azt értik. Például? Köszönik és értik, amit tettünk a devizahitelesekért. Még olyan is mondta, aki nem tudott élni a lehetőséggel. Hogy látja az igyekezetet. Látta, hogy mi történt azt megelőzőleg. Információhiány, belehajtották, becsapták őket ezekbe a hitelekbe, és ehhez képest látják, hogy százezrek tudtak megszabadulni tőle. Látják árfolyamgát, a végtörlesztés, a kilakoltatási moratórium, látják az igyekezetet. Tehát mondjuk úgy, hogy ha csodaszer nincs is, mint a chilei bánya katasztrófánál, ahol csak egyenként lehetett felhozni és megmenteni az életét az ott lévőknek, és mindig a legbetegebbel kezdtük. Most itt is valami ilyen folyamat zajlott. Közbiztonság tekintetében mondják a problémákat, ugyanúgy végighallgattam Szentjakab környékén, kaposvári komoly választó közvetekben, vagy területeken a nehézségeket, ugyanakkor azt is mondják, hogy a szigorúbb törvényeket értik, épp a BTK után vagyunk, ugye, megjelent több rendőr, és így tovább, és így tovább. De hát természetszerűleg vannak kényes témák, ilyen az adóügy, adó és járulékcsökkentés párti, mondjuk úgy politikai közösség vagyunk, a Fidesz Keresztény Demokrata Szövetség. Ehhez képest nem az az érzésük, hogy oly mértékben csökkentek volna ezek a járulékok, mint amilyen mértékben mi ezt hangoztattuk. Tehát a mértéket? A mértéket keveslik. Keveslik? Ugye ugyanakkor nem feltétlenül okoz osztatlan sikert, és nem feltétlenül mindenki érti a 16%-os egykulcsos adó misszióját, annak is van egy nagyon fontos küldetése, amit kimeríteni talán ennek a beszélgetésnek a keretét, egy másik alkalommal ezt is átbeszélhetjük. Ezekkel kapcsolatban nincs más mód, mint beszélgetni, meghallgatni, és lehet, hogy be tudja az ember építeni egy következő költségvetésbe vagy adótörvénybe az ott hallottakat. Ugyanilyen kényes téma volt, hogy bizony nem olyan mértékben nőnek a munkahelyek, mint ahogyan azt szerettük volna, de egyébként én minden alkalommal elmondtam, hogy nem kínos és nem kellemetlen a kritikát hallgatni számomra. Tehát, és láttam, hogy ezzel megleptem néha az embereket, akikkel beszélgetni tudtam, tehát néha tartva, félve a konfliktustól inkább hallgatnak. Én mondtam, hogy nyugodtan lőjenek, meg különben nincs értelme a találkozásnak. Nem türelmetlenek kicsit már az emberek? A közvélemény kutatások azt mutatják, ugye, hogy a bizonytalanok száma az meglehetősen nőtt. Őket hogyan próbálják meggyőzni, ezeket a bizonytalanok? Ugye ez nem azt jelenti, hogy nem a Fideszre szavaznának, csak most éppen várnak. Jókor kérdezi ezt tőlem, amikor bejelentette a miniszterelnök úr három nappal ezelőtt a 10 pontos akciótervet. Hát így. Tehát ez a rövid válaszom, ilyen még van a kamrában néhány. Erre visszatérnénk még részletesebben, akkor térjünk át arra, hogy ugye eljárják a vállalkozókat, a kaposvári vállalkozókat. Mi a céljuk ezzel? Ne haragudjon. Az előbbi témához kicsit viccesen válaszoltam, de egy nagyon fontos momentumot hadd mondjak hozzá. Azt hiszem, hogy a magyarok most már így 20 évvel a rendszerváltás után megtanulták a demokráciát. És azt hiszem, mindannyiunknak meg kellett érteni azt, hogy van egy ciklus logika.
A ciklus eleje az mindig azzal telik, hogy kijavítsunk a felhalmozott bizalmi tőkét, ha kell, vagyis a szavazóinkat, ha kell, beáldozzuk. És népszerűség vesztésen megyünk keresztül azért, mert egyébként hosszú távon a nemzetnek, az országnak erre van szüksége. Tehát magyarán hoznak fontos, de népszerűtlen intézkedés. Igen, ez olyan, és ez most nem magyar történet, amit mondok, mint egy vállalkozó, aki befektet a saját tőkéjéből abban, hogy hatékonyabban tudja majd a cégét működtetni. A sántító és igazságtalan példa lényeg az akar lenni, hogy a politikumnak pedig a tőkéje a bizalom, amit kapott a választásokon, ezt a tőkét befekteti azért, hogy egy hatékonyabban működő országot tudjon csinálni, vagyis a népszerűség vesztésnek mindig van egy kalkulált része, amit pontosan tud a politikum, bármilyen ciklusról beszélünk, hogy az bekövetkezik. Ha nem következik be az elején, tehát a ciklus elején, annak nagyjából az az oka, hogy nem csinál semmit. Ha csinál valami valódit, mondjuk úgy, hogy strukturálisan hozzányúl nagy alrendszerekhez, és jelentős társadalmi csoportok érdekeit sérti, akkor az szinte kikerülhetetlen. Ehhez képest a 27 tagállamból álló Európában, 20-ban, talán itt tartunk most, megbuktak a kormányok. Érdekes, hogy ezt említi, mert itt nem régen, azt hiszem egy héttel ezelőtt itt ült a stúdióban Gyurcsány Ferenc, és fölhoztam neki egy statisztikát 2008-ból, akkor a 27 uniós országból 25-ek voltunk abban a tekintetben, hogy az uniós pénzekből 3,5% jutott mindössze a kis és középvállalkozóknak, mire ő azt mondta, hogy még mindig többet adtak, mint a Fidesz kormány. Na most tegyük akkor helyére a dolgokat, most és akkor a vállalkozókkal kapcsolatos tapasztalatot is mondja el, hogy tényleg most mit ad a kis és középvállalkozóknak a Fidesz kormány, és milyen tapasztalataik voltak, ők mit kértek, miket mondtak? Igen. A kis és közepes vállalkozások problémája nagyjából négy lábon állt, amikor a kormányzást megkezdtük. Az egyik, hogy nem férnek hozzá az Európai Uniós forrásokhoz. A másik, zavarba ejtő, fájó túlbürokrácia jellemző az életüket. A harmadik, minden mellett az állam, aki hatóságokban jelenik meg számukra, vagy személyesül, az hatósági vegzatúrának teszi ki őket, és négy, a Európában egyedülállóan magas adó- és jelvlékterhek. Ez a négy az, aminek neki kellett valahogyan látni. És ugye lehetne szépen mondani, a kormányhivatal, amely megalakult minden megyében és minden kerületben, fő feladata az az volna, hogy az integráció után csökkentse a bürokráciát. Az új Széchenyi terv feladata az volna, hogy elérhetővé váljanak azok a források a KKV-k számára, amelyek korábban nem voltak elérhetők. Az adótörvények, ugye a gazdasági minisztérium, és a túlbürokráciában is ugye kormányzati döntések születtek és születnek, ugye Szél Kálmán és sorolhatnám, melyek ezek. Na most ugyanakkor egyet látni kell, kérdezhetné valaki, hogy miért pont most ez a 10 pont? Miért nem ezzel kezdtük 2010-ben? És itt egy fontos filozófiai alapvetést kell megbeszéljünk. Azt, hogy egy lukas, kopott zsákot, azt nem úgy, abban nem töltünk már buzát vagy kukoricát. Tehát először arról szólt ez a két év, hogy befoltozzuk a zsákot, kijavítjuk a hibákat, orvosoljuk azt, ami nagyon-nagyon elromlott, és amikor már biztonságból látjuk a zsákot, hogy abból nem folyik ki értelmetlen rossz helyekre, a járda szélére, a kövesútra, a traktor nem tudom milyen részébe a termény, na akkor töltünk bele újra búzát. Tehát nagyjából az a lényeg, hogy minden ellenzéki túlzás ellenére, ami arról szól, hogy a választási ígéreteinkkel szembe megyünk, a választási ígéreteinket nem tartottuk be, teljesen egyszerű és egyértelmű helyzet. Nem is voltak olyan választási ígéretek, amelyeket ma számon kér rajtunk az ellenzék. Nagyjából egy választási ígéretünk volt, hogy megváltoztatjuk ezt az országot. Az volt a szlogenünk, hogy új irány, ha még emlékszik rá. Tehát a lényeg az, hogy nem alrendszerenkénti egyes ígéretek, néhány ilyenről tudunk talán, hanem nagyjából azt mondtuk, hogy az az út, amin jár az ország 20 éve, főleg az utolsó 8-ban, attól valami merőben más szeretnénk csinálni. És amikor meg merőben más csinálunk, akkor az a kritika, hogy nem ezt ígértük, pontosan azt.
tesszük, amit ígértünk. Merőben más utat járunk. Na, akkor visszatérve a kaposvári vállalkozókra. Ugye igen, nagyon impozáns a lista, ahol eddig járt már. Mit mondtak ők? Mit kértek? Túl azokon, amikről eddig beszéltem, az a nagyjából négy terület, számos érdekes problémával találkoztunk, és hát nagyjából azt mondták, hogy még tökéletesen nem állt be a rendszer, nincs minden probléma orvosolva, tovább kell haladni ezen az úton, de még többet, még jobban, tehát amit eddig mondtam. Ezen kívül voltak olyan lokális ügyek, amelyek miatt fontos volt, hogy a polgármester úr az velem volt, illetve ott lehettem a polgármester úrral, Szita Károllyal, mert olyan ügyek is elhangoztak, ami az ő kompetenciája, ezért mentünk együtt. Nagyjából az volt a jövetelünk lényege, hogy én országos ügyek, területfejlesztés, vagyis a törvényhozással kapcsolatban mit tudok segíteni, a polgármester úr pedig a helyi ügyekben. És ott nagyon őszinte beszélgetéseken volt, ahol az utak állapotát, a fűkaszálást egészen aprónak tűnő, de a fontos hangulat, illetve komfortérzet javító kérdéseik voltak. Ezen túl, ami inkább hozzám érkezett és fontos róla beszélni, nézzem, most jövök a KVG-ből, Kaposvári villamossági gyárból, több száz ember dolgozik ott. Gyakorlatilag már Magyarországon minden konkurenciájuk megszűnt létezni. Csak külföldi multinacionális cégek, számottevőek azon a piacon, ahol ők dolgoznak. 2004 óta vagyunk az unió tagjai. Azóta használhatunk brüsszeli forrásokat. A KVG 8 év alatt egy forint brüsszeli forrás nem tudott lehívni, mert hogy nem talált olyat, ami neki alkalmas lett volna. Hasonlót hallottunk a másik vállalkozásoknál is, vagyis igaz az a tétel, hogy számukra nem elérhető, vagy rossz kondíciókkal érhető el, és a fenntarthatóság meg egyéb kritériumok alapján végül azt a döntést hozzák meg, ha elérhető is számukra, hogy köszönjük szépen, mégsem kérik. Most az új Széchenyi terv az nyilvánvalóan azt a célt tűzte ki maga elé, hogy ezen változtasson. Csak azt kell látni, hogy a brüsszeli költségvetési ciklus 7 éves, 2007-től 14-ig tart ma mostani, jövő december 31-ével zárul, és ezen belül komoly strukturális változtatás csak brüsszeli engedélyezéssel, súlyos bürokráciával lehet. Tehát gyakorlatilag ez egy örökölt költségvetés volt. Ez egy örökölt költségvetés, amiben az új Széchenyi terv megpróbált valami mást, valami jobbat csinálni, de még mindig messze vagyunk a versenyszféra igényeitől. Tehát még mindig nagyon sokat kell javítani. Nagyon fontos dolog, hogy ha lehet is pályázni, találnak is valamit. Nagyon hiányzik a termelőeszközre való pályázati lehetőség, gépek és technológia. Technológiai megújítás. A Lakics Kft-től a KVG-ig, Videotonig, KVG-nél épp most egy órával ezelőtt mesélték, még 30 éves gépük is van. És a helyzet az, hogy olyan multikkal kell versenyezzenek, mint mondtam a hasonló piacon, akiknek nincsen 30 éves gépük, hanem egészen újak vannak. Itt tulajdonképpen nincs az a pénz, amit ne tudnának elkölteni. Akár 3-4 milliárd forintot is azonnal. Ehhez képest nem találnak. Miközben Magyarország kitörési pontja az újraiparosítás, vagy az ipar megerősítése, hogy a legtöbb szunnyadó lehetőség vagy potenciál ezen a területen van. Már a szolgáltatóipar kifeszítette szinte határait. Nincs tovább. Az állami szektor nincs tovább. Turizmus talán. Alternatív energia, főleg itt Magyarországon, még talán tartalmaz lehetőséget. De ha ipar, termelés, produktív szféra nem mozdul meg, és azt nem segítjük, akkor azt hiszem nem fog menni. Pedig hát pont az ilyen beruházások azok oldanák meg gyakorlatilag a gazdasági fellendülést, illetve ez lenne az álloga. Nézzük egy kicsit az akcióprogramnak a részleteit. Ez nagymértékű járulékcsökkentést tartalmaz. Kiknek kívántak ezzel kedvezni? Most azon kevés alkalmakon, amikor, mint mondtam, az utóbbi időben kevés időnk volt, nem csak nekem, többi képviselőtársamnak is, somogyiakkal találkozni, kaposváriakkal beszélgetni, szinte nem múlt el beszélgetés, hogy ne került volna szóba az, hogy a egyetemről kikerülő fiatalok kilátástalan helyzetbe kerülnek, hogy az 55 év felettiek nagyon-nagyon súlyos problémákkal küzdködnek,
hogy van egy olyan réteg a kétkezi munkások világa, talán itt tudnám mondani, akik nem találnak maguknak munkát, hogy van az a probléma, számos kismama ült nálam fogadórán, aki elmondta, hogy minden ígéret ellenére nem akarják visszavenni, vagyis célzottan az a szféra, aki a legnehezebb helyzetben van. Térjünk át, vagy térjünk vissza Somogynak a korábbi nagy vagyonához, gyakorlatilag a mezőgazdasághoz. Az egyik helyszínen a privátus Kft-nél ön azt mondta, hogy nő az igény az egészséges élelmiszerek iránt. Ez lenne Somogynak az egyik kitörési lehetősége? Abszolút. Tehát a világ ma úgy néz ki, hogy elképesztő, exponenciálisan nő a népesség a világon. Ugyanakkor a részben éghajlati okokból, részben a beépített területek növeléséből fogy a termelésre alkalmas föld. Tehát ellentétes folyamatok zajlanak. Ugye ma már számolgatják tudósok, hogy új bolygóra lenne bizonyos idő múlva szükség. Nem véletlenek ezek. Tehát lehet ezeken mosolyogni, mert amíg a rogyadozik a polc az élelmiszertől, amikor bemegyünk, ezt nem tudjuk elképzelni. Bizony milliárdnyi emberek éheznek a világon, és ezek egyre inkább meg fognak jelenni azon az oldalon, akik vásárolják az élelmiszert. Most Magyarország az nem véletlenül folyamatosan az agrárium és a földkérdés újra és újra felcsapó területe a világnak, meg hogy folyamatosan szeretnének külföldiek itt földet vásárolni, mert jók. Ahogy szoktuk mondani, zsíros földjeink vannak. Sok jó adottságunk között az egyik talán legjobb ez, és csak akkor értenénk mi magyarok meg ezt, ha egyébként látnánk, hogy a világ más részén milyen szinten nincsen termőföld. Nem hogy kicsit, hanem egyáltalán nincsen. Igazából már minden időnk elfogyott, hogy egy percben, hogy hogyan lehetne visszaadni azt, ami korábban volt Somogynak, tehát hogy a mezőgazdaságból tudjon fejlődni. Szerintem az agrár kormányzás most nagyon jó úton jár. Az agráriumban dolgozók talán a elégedettségi faktora a legjobb a társadalmi rétegek közül. Jó úton jár, segíti őket abban, hogy piacot adjon számukra, a beszállítói rendszerek, a közbeszerzési ügyek megváltoztatása, a földosztás, a támogatási rendszerek korrekt rendezése, és emellett nagyon fontos, és ezért itt aktuális nálunk ez a kérdés, hiszen van cukorgyárunk és kométánk, privát húsunk, és sorolhatnám, a feldolgozóipar támogatása. Most a feldolgozóiparban már tudtak egyébként jelentősebb támogatásokat felhasználni az elmúlt években, ez nagyon örömteli, de még lenne ötletük. Bővülne a finofood, bővülne a privát hús, tervei vannak a kométának, biztonságos piac és egy kellemes agrár makropolitikai környezet. És hát ugye a lényeg az lenne, hogy akkor tényleg a magyar és egészséges élelmiszereket tegyük. Köszönöm szépen a válaszokat, nézőinknek is köszönöm szépen a figyelmet, természetesen holnap is lesz miért, addig is a Tehetik nézzék a Somogy TV műsorát, viszontlátásra.